Jézus így szól tanítványaihoz. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi ne ártson nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Szeretettel köszöntöm kedves testvéreket, helybelieket és távolról érkező testvéreket is az apostol szavaival. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük el a 90. Zsoltár első versét, Te benned bízunk elejétől fogva.
Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, az örökkévaló Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kérlek, szeretteim, csendesedjünk el Isten színe előtt imádságban, és imádkozunk a 65. Zsoltár szavaival. Hálaadás a testi és lelki javakért. Téged illet a dicséret, ó Isten a Sionon, neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz és közelebbre engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk a házad javaival, templomod szentségével. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messze tengereken, aki hegyeket hoztál létre erőddel és hatalmat költöttél magadra, lecsillapítottad a tenger zúgását, hullámaink zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleiktől még a föld határain lakók is. Kelet és nyugat tájait újongásra indítod. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakot tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újjongás övezi a halmokat, nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, újjonganak és énekelnek. Amen. Kedves testvérek, az ünnepi alkalomra három kórusművel készültünk. Mindhármat igyekeztünk úgy kiválasztani, hogy üzenetük megegyezzen azzal az örömmel, amit a Vattai gyülekezet érez. Fogadják szeretettel a Borsodi-eszti Kamara kórus szolgálatát. Ezzel egy kánont énekelünk, Soli Deo Gloria, azt jelenti, egyedül Isteni a dicsőség. Hiszem, hogy gyülekezetünk őszinte szívvel mondja az Istentől kapott ajándékok után, egyedül Isteni a dicsőség. Az csúnak éppen ősz
végül egy finn spirituális, a Szent Háromság dicséretéről szól. Holnap Szent Háromság vasárnap lesz. Énekünkkel ünneplésre hívjuk és buzdítjuk a testvéreket. Áldjuk a mennyei atyát, az egyszülött fiút és az Isten szent lelkét. Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, halljátok Istennek szent igéjét, melynek alapján az ő lelke segítségével üzenetét ma hirdetni szeretném nektek. Úgy, amint írva található a Zsoltárok könyvében, a 127. rész első két versében a következőképpen. Zarándokének, Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és leküzdtök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De szerelmesének álmában is ad az Úr. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, mindenek előtt szeretném megköszönni azt, hogy meghívtatok erre a mai ünnepre. És ez nem egy ilyen kincstári megszokott köszönet, hanem nagyon őszinte, néhány órával ezelőtt fogalmazódott meg bennem, amikor ritkán tudnak hazajönni gyermekeink, de most hazajöttek, és unoka szaladt, papa, papa, aztán valaki kérdezte, hogy hova, egy ilyen fáradtságos hét után szombaton mondtam, hogy ide jövök, mert hála van Isten tisztelet, és mondja, hogy még szombaton is dolgozol. Igen. És úgy elgondolkodtam. És akkor eszembe jutott a meghívó, és így vált őszintévé és súlyossá az a köszönet. Mert amikor elolvastam, akkor is megütött benne egy kifejezés. Nem tudom, ismeri-e mindig mindenki a meghívó szövegét, de a Vattai Református Egyházközség szeretettel úgy hívott gyülekezeteket, családokat, hálaadásra indulókat, hogy ünnepeljük együtt.
így lett számunkra öröm, mert azt mondta, hogy nem, nem dolgozni fogok, én hálaadásra indulok. És így értem, hogy miért ezt a zsoltárt, ennek egy mondatát írtátok a meghívóra, hiszen azt olvastuk, hogy zarándok éneke. A hálaadásra indulók éneke. Akik arról vallanak, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha nem ő őrzi a várost, hiába vigyáznak az őrök. A hiába való munka az nem eredménytelen. Amiről itt a zsoltár, az Isten igéje beszél, az az a szó, aminek súlyát talán akkor értjük meg, hogyha felidézzük, hogy ez van ott a 10 parancsolatban. Amikor Isten azt parancsolja népének, hogy ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét. És ott van még egyszer. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Az azt jelenti, hogy talán körülírva ez a hiába, az azt jelenti, hogy nem az igazi. A hiába való munkának is lehet eredménye, de nem az igazi. Talán a saját tapasztalatok is igazolja ezt. Gyülekezetépítésben, kétkezi munkában, az Isten ügyéért, mennyit tudunk fáradni, de van, hogy nem az igazi. És valaki nagyon jól tudta ezt, mégpedig azt olvastuk, hogy ez nem más, mint Salamon. Mi most Istennek legyen hála, örülünk veletek együtt, hogy elkészült valami szép, végigjártam, végére értetek valami nagy munkának. De ezt a zsoltárt egy olyan ember írta, aki nem pályázott, és úgy járt, hanem akire apja ráhagyta az aranyat, a köveket, a fát, a tervrajzokat, mindazt, amit neki nem engedett az Isten megépíteni, és azt mondta, hogy te építs meg. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Mondja az az ember, akinek életében a templom építés az 7 esztendeig, a palota építése pedig 13 esztendeig tartott. Feleségének külön palotát épített. Épített raktárvárosokat, a harci köcsüknek külön várost épített, külön várost épített a lovasoknak, a hadsereg különböző egységeinek. Azt olvassuk, hogy megépített mindent, amit csak jónak lát. Hozzánk képest mennyivel nagyobb és több építői tapasztalat. És ebben summázta. Ha nem az Úr építi a házat, akkor nem az igazi a fáradozás. Akkor az csak hiába való. Mert ha az Úr építi a házat, akkor az valami más. Ezért mondja, hogy még egyszerűbben,
egészen kézzelfoghatóan lefordítsa mindegyikünk nyelvére, hogy be tudja vinni gondolataink közé. Mint ha azt mondanám, hogy jó, van, aki nem építkezik, van, akinek nem feladata vigyázni a városra, de azért kenyeret mindenki eszik. És lefordítja arra a nyelvre. És azt mondja, hiába keltek korán, és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De ha igazán történik mindez, ha az Úr épít, ha az Úr őriz, akkor szerelmesének mondja, álmában is ad eleget. Ez is egy csodálatos kifejezés. Talán így ebben a formában nem is igazán értjük. Számomra ennek a mondatnak a legcsodálatosabb fordítása első magyar Bibliánkban van. Károly Gáspárék a Visai Bibliában ezt a mondatot még úgy fordították. Az Isten az ő szerelmesének enged álmát. Isten az ő szerelmesének enged álmát. És lapszélén Károly megmagyarázza. Azaz, miképpen, hogy nagy fáradtsággal gyötrik magukat az hitetlenek, az kenyeret azonképpen az ő híveinek Isten enged nyugodalmat, és hogy nagy könnyen, vagy mint álomban találjanak kenyeret. És ha netán valaki úgy gondolná, hogy ez valami fenkölt és az igazságtól nagyon messze járó dolog, azokat hagy emlékeztessem az Úr Jézus szavaira. Lehet itt Salamon ugyanarról beszél, amiről majd később Jézus beszél tanítványainak. Mikor azt mondja, hogy ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra, hanem keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind és ráadásul megadatok nektek. Szerelmesének enged álmat. Akik azért szerelmesei, mert keresik az ő országát és igazságát. Akiknek ez fontosabb, mint a betevő falat, a felöltendő ruha. Mennyi és mennyi minden, amiből és amitől összeáll az életünk. Mennyi és mennyi minden, amikor azt kell eldönteni, hogy most mi a fontosabb. És arra tanít Salamon, arra tanít megváltó Urunk, arra az örök, és így ma is érvényes igazságra, hogy igazán nem az számít, hanem az, hogy van-e valami, ami mindennél fontosabb. Mert ha az ő országát és igazságát keressük, akkor igazi módon rendeződnek sorba a többi dolgok. Akkor nem hiába fáradozunk és építünk házat, nem hiába fáradozunk és próbálunk őrizni várost, országot és nemzetet. Ha az ő országát és igazságát keressük, akkor enged álmot,
akkor ráadásul mindezek is megadatnak neki. Azzal kezdtem, jó volt a háladásra induló közé számlálni magamat. És azzal fejezem be, hogy áldjon meg bennünket az Isten, hogy olyanokká legyünk, akiknek nem csak ilyen ünnepi pillanatokban, hanem a halál árnyékán a földjén is, mindennapi munkánkon Isten enged állunk, mert őt keresik, és aki őt keresi, az meg is találja. És aki őt megtalálja, annak más ízű lesz a kenyér. Más lesz az odavezető út, más lesz a jelen értékelése, más lesz a jövő reménysége. Az hozzá csatlakozik azokhoz, akik ezzel a tapasztalattal tudtak bizonyságot tenni, hogy ez mindig így volt. Emlékezzetek csak, így engedett álmot Isten az ő népének, és mannát hulladott az égből. Sziklából fakasztott vizet, vagy az éhínség napjaiban, hogy Sareptában 40 napig nem ürült ki az olajos korsó és a lisztes fazék, mert annak az özvegynek valami mindennél fontosabb volt. Keresni az ő országát és igazságát. Vagy ahogy az 5 kenyérből és 2 halból jól lakott 5000, megtapasztalták, hogy neki is, és az övéiknek, hiszen 5000 csak férfi volt, megadta ráadásul, amire szükségük volt. Áldjon meg az Isten valamennyünket, hogy megérezzük, hogy mindaz, amit kezünkbe veszünk, amit magunkra öltünk, mindaz ráadás. Így induljunk át, ahogy indultunk hálát adni, így induljunk, hogy a hétköznapokban is lehessen háladásunk azért, hogy mint az Isten szerettei, nekünk is állod engedett. Amen. Mennyei édesatyám, áldunk és magasztalunk, hogy az ünnepi órán még többet köszönhetünk meg, mint amiért hálát adni elindultunk. Őszinte szívvel köszönjük meg mindazt, ami létre hívta a mai napot. A tervezést, az alkotás bölcsességét, az összetartozás érzését, ezek fáradtságos munkáját. Köszönjük, hogy megtartottad, mindezt ráadásul kaptuk, mert elhittük, hogy igazán csak vele lehet építeni. Így kérünk hát, áldj meg a te irgalmas szeretetedből mindegyikünket, egyenként családjainkat, a helyre tervezetett gyülekezetedet, anyaszentegyházadat,
áld meg bennünket azzal a látással, amivel megajándékoztad a nagy király Salamont. Áld meg bennünket azzal a bölcsességgel, fiúi alázattal és kitartással, amelyre Szent Fiat tanított minket. Áld meg bennünket azzal a buzgósággal, hogy először téged keressünk, hogy engedhess álmot nekünk, és ráadásul megadj mindent, amire te úgy látod bölcsességeddel, hogy szükségünk van. Így kérünk, fogadd el hálaadó szavunkat, és áld meg életünket, fiadnak, a Krisztusnak nevében, így tanított hozzád imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Hirdetem testvérek az adakozást az írás szavával, a jókedvű adakozó szereti az Isten. Mindezeknek utána Istennek népe az Úr áldjon, és ő vízzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet téged. Amen. Szeretettel köszöntöm a tisztelt megjelenteket. Köszöntöm főtiszteletű Somos József püspök urat, és legtiszteletű Szilágyi Zoltán esperes urat, Tádai András államtitkár urat, az egyházmegye, a szomszédos és a távolabból érkezett egyházközségek lelki pásztorai, gyülekezeti tagjai, Dávid testvérek és a helyi katolikus testvéreket, Nikkel Zoltán kivitelező urat, Sárk Péter tervezőt, műszaki ellenőr, Bódi György projektmenedzser, Korán István polgármester urat, valamint a helyi és környező települések vezetői, önkormányzati dolgozói, a helyi általános iskola, valamint óvoda vezetői dolgozói, és minden kedves jelenlévők, akik hallották a hívást, és szeretettel jöttek közénk. Annak gyökere, hogy ma hálaadó alkalman örülhetünk együtt, 2012-ben keresendő. A telep alatti melléképületet már az összedőlés veszélyeztette, halaszthatatlan volt a cselekvés. Egyházmegyei támogatásból és jelterőből sikerült rendbe hozni a raktárt. A végeredménynek való örülés meghozta a fejlődés utáni vágyat. A gyülekezet, a presbitérium az említett évben elkötelezte magát, hogy keresi a szinte romosolt parókia épület felújításának lehetőségeit. Istennek hála, nem sokáig kellett várakozni. Az igények találkoztak egy megfelelő pályázatírással. A tervek támogatást nyertek, utófinanszírozással, kevéssel fölfele kerekítve 19 millió forintot kapott a vattai gyülekezet a szépülésre. A gyülekezeti háznak a külső és belső megújulása egyaránt megvalósulhatott. A tervek elkészítése során a helyreállításra és a korszerű igényekre egyaránt hangsúlyt került. Az épület megőrizte a régi megszokott stílusát, új oszlopai a régiek tökéletes másolatával azok szépségét örökíti tovább. Az eredeti patinás nyilászárok továbbra is használatban vannak, a helységek funkciói újra értelmezésre kerültek, az első két szoba egybenyitása az egyházközségnek optimálisan használható gyülekezeti termet adott. További egy helység a négy művészeteknek igyekszik helyet biztosítani. A napkollektorok is a pályázat keretében kerültek hozzánk, a meleg vizet egy természetes előforrásban nyerjük. Isten az ő kegyelméből megajándékozott minket azzal, hogy a gyülekezeti ház a közösségi alkalmak méltó helye lett. Örömmel kell, hogy mondjam,
fejlődés nem zárult le az épület felújításával. Látva a szépülés, sokan érezték kötelességüknek az odaszállást. Az udvar szépülése a közös párodozás eredménye. Közös erővel került sor vízbekötésre, udvarrendezésre, gyetesítésre, sziklakját építésre. A megkopott útgyűrű nem illett bele az összképbe, kik az alapanyagokat biztosították, kik pedig a munkaerejéket, illetve az udvarnak ez is egy ékes dísze. A gyülekezeti ház berendezéséhez sokan hozzájárultak. Ajándékok sorra érkeztek, szőnyegek, drapériák, függönyök, két ülőgarnitúra, szekrények, asztalok, zongora. Céladományból új konyhabútort vásároltunk. Sok munka, sok szolgálat, sok ajándék és sok jó szándék. Bizony a felsoroltak számos fáradozott rejtélet maguk mögött, Isten áldását kérem mindazok életére, megmozdultak és cselekedtek. Nem hiába tekintünk háladásra az elmúlt hónapokra, igyekszünk azon fáradozni, hogy a megújult gyülekezeti ház sokat használt épület legyen. Az első nagy gyülekezeti közösségi alkalom, amelynek nem soká helyet ad, a nyári gyermek Biblia hét, bízom abban, hogy a megszépült ház a további programoknak is nélkülözhetetlen tere lesz. Egyház községünkhöz különösen is közel áll nagy tiszteltű Hajdú Ferencné tiszteletes asszony, szeretném őt megkérni, hogy egy pár gondolatban szóljon a számára. Ünneplő gyülekezet, miként püspök úr mondta, hogy hálát adni jött, mi is hálát adni jöttünk, és örömötökben osztozni. Hogy ennek hangot is adok, annak hadd mondjam el, az az oka, hogy az elmúlt 25 év alatt, mi alatt itt szolgáltunk az egyházmegyébe, kétszer kaptam megbízatást arra, hogy egy esztendeig lássam el a vatai gyülekezet pásztorlását. Tudom, honnan indult ez a gyülekezet, vagy hol tartott akkor, amikor 15-17 évvel ezelőtt itt szolgáltam. A nagy tiszteletű asszony akkor kezdte zenei tanulmányait, ma már zenetanár és nagy tiszteletű asszony. Lám-lám, magam vagyok itt a történelem, úgy tűnik. Sok mindent gondolt, tervezett ez a gyülekezet már akkor is. Többek között lépések történtek azért is, hogy lelkipásztoruknak tudjanak hosszabb időre, de nem valósult meg. Aztán más terv is volt, ez se valósult meg. Miért? Mert az Istennek más terve volt. Amikor veletek együtt örülünk, akkor azt látom, hogy a 40. Zsoltárban leírt dávidi bizonyságtétel, ez igaz erre a gyülekezetre is. Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk. Semmi sem hasonlítható hozzá. Hirdetném és elbeszélném, de többet semhogy elszámlálhatnám. Igen, az Isten csodáinak vagyunk itt a szemtanúi. Az is csoda volt, hogy azokat az akadályokat, amik a pályázat megvalósítása közben, vagy a végén felmerültek, azt le tudta győzni az Úristen segítségével és indítására a gyülekezet. Nagyon örülök, hálát adunk, és a továbbiakra azt kívánom, azt kérem az Úristentől, hogy áldjon meg benneteket azzal, hogy hatalmasan megerősödjék a belső emberben. Pál apostol az efézusi levélben kéri ezt, és mi is ezt kérjük. Ez legyen a jövő útja. Hirdetésem az alkalom további részéhez kapcsolódik. Az áldominek után a Mesiás jelentkel,
a gyülekezeti házadat legalább vegyük azt közösen használatba. A mai napon számos kiállításnak adtunk helyet, megtekinthetik a Tornácon Papp István fotókiállítását, bent Dudás Ágnes népi mézes kalácsait, Kokányi Pásztor Éva népi iparművész kiállítását, Csécsi Marcell és Godó Bettina fotóit, Korán Kristóf sporteredményeit, és a vasúdós borsörgészli gyermekek templomról készített rajzait. A szeretett vendégségre minden kedves megjelentett szeretettel várunk. Mielőtt a szeretett vendégséget megkezdenénk, várjuk meg egymást közös imádsággal. A gyülekezeti házra való átvonulásban elsőként hadd kérjem meg a következőkben az átvonulást. Püspök úrral, Esperes úrral, államtitkár úrral, polgármester úrral, gyülekezetünk gondnokával, valamint az építésben részlet építéssel, műszaki ellenőrrel és projektmenedzserrel fáradjunk át, azt követően pedig mindenkit várunk szeretettel. Hányadél lelke van dicsőség erős királyát a 264. lépének első, második és ötödik versik énekeit, Isten tiszteletünk záró énekeként. 264. lépének első, második és ötödik utolsó versik énekeként. Gyülekezet. Kérem, fogadják szeretettel településünk polgármesterének szavait. Tisztelt ünneplő gyülekezet, kedves egybegyűltek! Engedjék meg, hogy községünk nevében és a jelenlévő vattai polgárok nevében is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem Önöket a mai ünnepnapon. Igen, ünnepnap ez, hiszen ma kerül átadásra a Vatai Református Egyházközség gyülekezeti háza. Ez a kis egyházközség bizonyságát adta annak, hogy elszántsággal, összefogással
mekkora eredmények érhetők el. Méltá lehetünk rájuk büszkék, hiszen általuk megújulhatott ez az épület, mely a hitélet alkalmaink kívül kisközségünk kulturális értékeit, céljait is szolgálja majd. Tisztelt hallgatóság! Nagyon sok negatív dolog történik velünk életünk során. Azt kell, hogy mondjam, hogy az életünkben több a nyomasztó, depresszióra okot adó tényező, mint a boldogság kiegyensúlyozott állapot. Gondolok itt a minket egyre gyakrabban sújtó természeti katasztrófákra, a pénz egyre nagyobb egyenuralmára, az LGBTS idézésre, vagy akár az egyre sivárabbá váló emberi kapcsolatokra. Nekünk, ma élő embereknek pedig tudnunk kellene, hogy csak akkor lehetünk erkölcsileg, anyagilag szilárd háttérrel rendelkezők, ha komolyan vesszük hitünket, amely a tartást, a biztonságot nyújtja. A hívő keresztény életvitel ad egyfajta tartást és biztonságot számunkra. Hiszen, ahogy Pál apostol is fogalmaz, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Nem kell félnünk semmitől és senkitől, csak az ő ítéletétől, hiszen egyedül csak neki tartozunk elszámolással. A Vatai Egyházközség is munkájával, törekvéseivel ezt a hitet, biztonságot próbálja továbbítani gyermekeinek, unokáinknak és a vattai elkövetkező nemzedéknek. Tisztelt gyülekezet! Felbecsülhetetlen értékes örökségünk a kereszténység tradíciója. Az összetartozás, az egymás segítése, támogatása. Ennek a keresztény örökségnek a gyarapítása, továbbadása, az utódainknak, mindannyiunknak kötelessége, mert ezt adhatjuk nekik útravalóként. Ezért fontos, hogy legyenek olyan közösségek, mint ez a gyülekezet, melyek régi gyökerekkel rendelkeznek, tisztelik a múltat, bíznak a jövőben, és erős hittel élnek. Meg szeretném köszönni Hajnal András tiszteletes úrnak, hogy a községünk életében és rendezvényeinken aktívan részt vesz, hogy oktatja gyermekeinket, és olyan hazájukat és környezetüket szerető magyar emberekké formálja őket, akik az életben is meg fogják állni a helyüket. Tisztelt jelenlévők! A község köszönetét nem csak egy alkalommal kell kimondani, hanem a mindennapokban is úgy kell együtt élnünk és működnünk, ahogy a múltban és most is a gyülekezet tagjai részéről megtapasztalhattuk. Biztos vagyok abban, hogy az elkövetkező időkben is egy erős pillére lesz községünknek a most jelenlévő, illetve a jövő református gyülekezete is. Ebben bízva a gyülekezet további munkájához sok sikert kívánok, de szeretném itt megköszönni Kátót János gondnok úrnak az odaadó munkáját, és a presbitereknek is a sok-sok segítséget, amit a Vatai Református Egyházközösségért tesznek. Végül pedig hadd idézzek Pál apostol Galátákhoz írt leveléből. A levél megírásának az oka, hogy Galáciában Pál távozása után olyan zsidó keresztény misszionárisok lépnek fel, akik vitatják a páli pogány keresztény életmódot, és magának Pálnak a személyét is kritika tárgyává teszik. Erre reagál az apostol,
aki a levél első felében bizonyítja, hogy megbízását Krisztustól kapta. A továbbiakban azt próbálja bizonyítani, hogy az üdvösség a Krisztusba vetett hittől származik, és a törvény tettei nem teszik igazzá az embert. Az idézet így hangzik. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább azokkal, akik testvéreink a hitben. Nagyon szépen köszönöm figyelmüket! Felkérem államtitkár urat, hogy köszöntse a megjelenteket! Tisztelt ünneplő gyülekezet, tisztelt ünneplő közösség, főtiszteleti püspök úr, nagy tiszteletű Esperes úr, kedves vendégek! Vattán szaporodnak az ünnepek, hiszen az elmúlt hónapot tekintve talán harmadik vagy negyedik alkalommal vagyok már itt ünnepelni. Jó érzés bejönni ebbe a településre, erre a településre, hiszen azt láthatjuk, hogy megújulnak a közterek, megújulnak az épületek, megújulnak az utak, a futballcsapat is végre szereplésének méltó öltözőt kap. Virágos a település, tisztaság és rend van. Jó érzés Vattán végig menni. Teljesen új külsőt, mint egy új ruhát kapott az elmúlt időszakban a település. Azonban ez a mai ünnep azt bizonyítja, hogy ez a település nem csak külsőségében, hanem lelkében is képes megújulni. Képes megújulni, hiszen a Vattai Református Egyházközség egy olyan tettet tudott megvalósítani, amiről már bizonyosan sokan lemondtak, hogy az itt lévő épületet megújítja, felújítja, és azt a falu lakosságának, fiataljainak átadja, egy közösségi téri alakítja át, ahol mindenki az egyéni képességeit, az egyéni terveit, ötleteit megvalósíthatja. És már az átadás pillanatában is láthatjuk, hogy micsoda tartalommal és értékkel van ez a kis közösségi tér megtöltve. Ez nagy öröm az egész településnek, nagy öröm az egyházi közösségnek. Azonban engedjék meg nekem, hogy elmondjak egy fájó történetet is az épület felújításával kapcsolatban, hiszen nem titok, hogy a gondnok úr megkeresett engem, hogy az Európai Uniós pályázat utófinanszírozása miatt bizony nehézségekbe ütközik az épület finanszírozása, a beruházás finanszírozása. Magukra maradtak, hiszen sem az állam, sem a bankok, sem más szervezetek nem tudnak segíteni. És sajnos én is ezt a választ tudtam adni, hogy nem tudok közvetlen segítséget adni a probléma megoldására. Ami megdöbbentett, hogy a gondnok úr azt mondta, hogy nem baj, megpróbálta, meg fogják tudni oldani, hogy ezt a 19 millió forintot valahogy megfinanszírozzák, és ez meg fog valósulni. És hát bizony akkor mindketten elérzékenyültünk, mert az a pillanat is mutatta azt, hogy micsoda ereje van az emberi akaratnak. És az, hogy itt ez megvalósult, az ott akkor hálát kell adnunk az Istennek is, hogy ezt lehetővé tette, de hálát kell adnunk az olyan embereknek is, amilyen a gondnok úr volt és több társait Vattán, akik képesek meghatározni a fejlődés útját, képesek a célokat kitűzni, és képesek azt megvalósítani, még akkor is, hogyha olyan akadályokba ütköznek, ami
abban a pillanatban legyőzhetetlennek tűnik. Én tiszta szívből örülök annak, hogy ilyen településeknek lehetek az országgyűlési képviselője. Örülök annak, hogy Vatta település a fejlődés útján van, és jó úton halad. Azt kívánom a településnek, a település minden lakójának, hogy ne csak az összetartozás jellemezze a falu közösségét, mint ahogy nem is az jellemzi, hanem az is, hogy képesek összefogni is. Ehhez tiszta szívből gratulálok. A nemzeti színű szalag átvágásával ünnepélyes módon is használatba vesszük a gyülekezeti házat. Adja Isten, hogy sok áldott alkalomnak lehessen helyszíne a megszépült épület. Kedves testvéreim, amint neve is jelzi az épületnek, olyan hely ez, ahol közösen járunk Isten elé. Olyan hely, ahol együtt vagyunk. Éppen ezért kérjük együtt az áldást is. Fogjuk meg egymás kezét, és énekeljük el a Megáll az Istennek igéje kezdetű 171. számú dicséretet annak első versével. A fohász után nemzeti imádságunk, a himnusz következik. Megáll az Istennek igéje, és elállal senki ellene. Arany Isten vagyon éhelünk, van a gyülekezeti ház és a benti kiállítások megtekintésére. Lővei Katalin kellemes zongorajátékát hallgassák örömmel. Hadd kérjem meg a testvéreket, a szeretett vendégséggel várjuk meg egymást, hogy közösen imádsággal járulhassunk az asztalon megterítettekhez.